éven aluliak számára nem ajánlott. Sportosat. Irodónk vendége Dobos Imre, a Magyar Súlyemelő Szövetség elnöke. Hát szervusz, üdvözöllek, január van, most már január közepén is túl vagyunk, nálatok is elkezdődtek a komolyabb munkálatok. Ha jól tudom, most Tatán van épp a válogatott. Így van, készülnek a kvalifikációs Európa-bajnokságra, len vannak fiatal versenyzők is, és természetesen a válogatott gerincét adó idősebbek is. Gyakorlatilag most úgy néz ki a helyzet, hogy hétfőn följöttek a sportkórházba, egy komplex orvosi vizsgálat volt, ahol a test-zsír mértéket is mérték, és mindent, ami csak elképzelhető volt, nagyon komoly orvosi kontroll volt. És mit állapítottak meg? Ez egy dolog, hogy mérték, oké, és... Lehet-e valamit tudni, hogy milyen állapotban vannak a versenyzők? Persze, hát volt, akinál rosszabbat állapítottak meg, volt, akinél jobbat. Hát a rosszabbaknál ugye látszott, hogy karácsony környékén nem nagyon edzettek és felszedtek 1-2 kilót, viszont szinte hihetetlen, ezen a mérésen a Gyurkovics Feri szerepelt a legjobban, ő neki megmaradt ez a test zsír tömeg indexe, ugyanaz volt, mint a világbajnokság előtt, mert ő nem hagyta abba az edzéseket, tehát ő nem pihent, ő készült erre az Európa-bajnokság. Ez egyfajta figyelmeztető is lehet majd a jövő felnőtt válogatott súlyemelői számára, hiszen ha jól tudom, előbb vagy utóbb Gyurkovics Feri lesz majd a szövetségi kapitány a felnőtteknél, ugye most utánpótlásnál már ott van, tehát ebből láthatják, hogy nagyon komolyan veszi, és magával szemben is komolyan veszi a felkészülést, egyáltalán a sportos életmódot. Tehát ebből kiindulva akkor eléggé keményen fog majd követelni. Én úgy látom, hogy ő nagyon elhatározott, és szinte azt lehet mondani, hogy ő jár jó példával elől. Eddig úgy inkább hátul járt, de most már ugye ő lesz majd valamikor a szövetségkapitány, és kötelességének érzi, hogy ő példamutató legyen, követelmények legyenek, és éppen ma beszélgettünk a edzőtáborban lévő hangulatról, és azt mondja, hogy hát a fiatalok is teljesen ki vannak cserélve, nagyon élvezik az edzéseket, egy teljesen más stílusú edzés sorozat van most az edzőtáborban. Ki az, aki most irányítja az edzést? Lent Attán? Hát a Haragos Attila most a megbízott szövetségkapitány, de természetesen ott van a Gyurkovics Ferenc is, és a másik utánpótlás edző, a Likerec Attila, aki ugye szintén világcsúcstartó, világbajnok volt, tehát szerintem nagyon jó csapat van. De Gyurkovics most még egyenlően versenyzőként viselkedik, vagy már egy kicsit edzőként is viselkedik Lent Attán? A fiatalokkal, az utánpótlással, tehát a felnőttek után következő közvetlen korosztállyal azért ő foglalkozik. Nagyon jól meg tudják beszélni a gondokat és ugye a teendőket a Sóki Gergővel például, hiszen őneki egy kicsit most változtatnak a terhelésén, mert úgy néz ki, hogy a tavalyi évben egyszerre túl nagy terhelést kap, most egy kicsit lazítani kell, és majd fognak jönni természetesen a komolyabb terhelések is. Még egy picit pillancsunk vissza a tavaly évre, jó? Kezdjük a világbajnoksággal, már csak azért is, mert ugye már nem most volt, hogy a Houstoni súlyemelő világbajnokság, de még mindig jönnek, szállingóznak a hírek a világbajnokságról, a világbajnoksággal kapcsolatban. Ugye állítólag lehet, hogy sporttörténet, ha lehet így fogalmazni, hogy a ellenőrzött versenyzők 12%-ánál pozitív eredményt tudott kimutatni a nemzetközi dopping labor. Állítólag ez nagyon nagy szám, és erre még nem volt példa. Mindenhol erről írnak. A magyar sajtóban is megjelent erről egy nagyon érdekes cikk. 12% volt a címe. Pontosan azért, mert a
ellenőrzött versenyzőknek a 12%-a dopingolt, de vannak olyan súlycsoportok, ahol ennél magasabb volt az arány, és volt, ahol ennél kevesebb volt, de az átlag ennyi, 200 ellenőrzöttből 24-en akadtak föl. A jelenlegi állás szerint ez még természetesen változhat, ilyen még soha nem fordult elő. Szerintem a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség vezetésének, az elnökségének nagyon főhet a feje, hogy mit fognak csinálni, hiszen a sporttörténelem általában 1-2 százalék szokott lenni a dopping eseteknek a száma. Ez a 12, ez egy hihetetlen. Ez mit jelent az olimpiára nézve? Szerintem nem is az olimpiára nézve, hanem azt kell megnézni, hogy most rendben van, hogy megdicsérjük, hogy ezek az emberek úgymond lebuktak, de hát hol van a felvilágosítás? Hol van a megelőzés? Hogy juthatott idáig ennyi súlyemelő, hogy kijutott a világbajnokságra? Hát milyen ellenőrzés volt előtte, hogy 12%-a a résztvevőknek? Ez egy hihetetlen szám. Ezt azzal magyarázta a Vada, jól emlékszem, hogy most már új módszerek vannak, és ha még jobban meg tudják vizsgálni a levett eredményt. Tehát ennek köszönhető, hogy most már még jobban, még többen megbuknak. Hát ez teljesen rendben van, de hát ezt közben is kellett volna csinálni. Hát ezt meg kellett volna előzni, nyilvánosságra kellett volna hozni, és lehet, hogy ebben a helyzetben nagyon sok versenyző ki sem utazott volna. Hát mi is láttuk, hogy olyan eredményekkel neveztek néhány ország, hogy tényleg azt lehetett mondani, hogy űrbéli eredményekkel, hiszen előttünk volt, vagy mögöttünk voltak, úgy, hogy a mi pontszámunknak, amivel még tavaly évben kvalifikációra voltunk jogosultak, 3-ra, annak az 50%-át szerezték 2014-ben, most 2015-ben minket megelőztek, de úgy, hogy messze menőkig leelőztek, úgy, hogy a hátunk mögül. Igen. De meg is buktak a doping ellenőrzésen. De ettől nem sikerült nekünk elérni ezt a 24-es bűvös számot, ugye? Szerintem nem. Lesznek országok, akik előrébb fognak kerülni. Mi a 29-ek vagyunk, nem vagyunk nagyon távol, de én azt hiszem, hogy ha 2-3 helynyire lettünk volna, akkor reális lenne, hogy oda kerüljünk a 24 ország közé, de mivel 5 helynyire vagyunk, szerintem 5 helyet nem fogunk előre jönni, ez szinte teljesen biztos. Elképzeled, hogy most már nem lesz újabb pozitív eredmény a VB-ről? Tehát, hogy azt mondják, hogy most már sportdiplomácia, akárcsak, hogy már így is túl besároztuk a nemzetközi súlyemelés, most már ne legyen több. Szerintem ez teljesen kizárt, annál is inkább, mert én úgy gondolom, hogy az amerikaiak ezt nem fogják hagyni. Én ezt már elmondtam egy régebbi műsorban is, amikor még nem derültek ki ezek a pozitív esetek, hiszen Amerika előttünk volt a kvalifikációba. Őneki is volt 3 biztos helye, és ő is kicsúszott, nem csak mi. Igen. Tehát őnáluk volt a verseny, teljesen kizártnak tartom, hogy ők valamilyen szinten elnézők legyenek. Tehát mindent elkövetnek, hogy... Biztos. De ez így helyes. Így helyes, és én meg is tudom érteni a Nemzetközi Súlyemelő Szövetséget, hogy nagyon súlyos szankciókat fog ezzel kapcsolatosan hozni, kell is, szükség van rá. Hozott már valamit egyáltalán? Még idáig minket hivatalosan erről nem értesített. Lehet, hogy már az elnökség tárgyalt. Tehát annyi, hogy sportolókat eltiltják, oké, de ennyi? Még arról sincsen döntés. Még arról. Tehát semmiféle hivatalos döntés nincs, az megjelent a IVF-nek a honlapján, hogy idáig 24 pozitív esetet találtak, annál többet mi sem tudunk. Szerintem azért át kell ezt gondolni, meg kell nézni a szakembereiknek, és majd utána fog következni a döntés, de ahogy én ismerem az elnök urat, biztos, hogy nagyon kemény döntések lesznek. De ez jó lehet akár az EB-re nézve is, ugye ezért fontos lesz nekünk, mert lehet, hogy most még jobban ellenőrizni fogják a súlyemelőket, és lehet, hogy nagyon sokan, akik megpróbálták volna azt a tiltott szer használatot, most nem fogják megpróbálni, látva, hogy
most sok bukta volt a világbajnokságon. Azaz, nagyobb a lehetőségünk arra, hogy még jobban szerepeljünk. Én úgy gondolom, hogy a magyar csapat ugye, hát a világbajnokságon is nem volt érintett, és az eltelt években is tényleg ilyen elszigetelt, ilyen hát, hogy is mondjam, ilyen túlszigorúan vett kisebb esetek voltak, tehát a magyar válogatott úgymond soha nem volt érintve, és én úgy gondolom, hogy az Európa-bajnokságon azok az országok fognak küzdeni a még fönn lévő helyekért, akik szintén hozzánk hasonlóan igyekeztek a lehető legtisztábban készülni. Na, akkor egy érdekes Európa-bajnokság lesz. Van esély, hiszen 7 csapat kvalifikálhat még az EB-re, vagyis az olimpiára, egy-egy versenyzőt, és hát úgy néz ki a helyzet, hogy a 7 helyet, hogyha úgy felosztom az országok között, mi ugye a 3. hely környékén vagyunk, esetleg 4., de a férfi csapatnak mindenképpen bele kell a 7-be férni. Lányok? Ha már itt tartunk? Lányok az egy kicsit nehezebb dió, legalábbis az én véleményem szerint. Mindenki állítja, hogy meg fogják ezt csinálni a lányok, vannak új tehetségek is, és már ők itt megnézték, hogy van erre esély. Hát én 20% esélyt látok most per pillanat, tehát nem nagy az esély, de ők ennél sokkal többet látnak, és ők nagyon fogadkoznak. Én szeretném, hogyha sikerülne nekik. Az nem baj, nem, hogyha sikerül. Hát az egy nagyon nagy dolog lenne, szerintem megérdemelnék. És vannak ott olyan versenyzők, attól függ különben, hogy ha a magát Krisztina visszatér, és jó eredményre lesz képes. Most feltétesen mondtad, hogy ha visszatér, vagy már visszatért is? Még nem tért vissza, mert még kim van Egyiptomban, úgyhogy hát ő neki nyilvánvaló, hogyha hazajön Magyarországra, már a magyar antidoping csoport tárt karokkal várja, igen, és egy dopingvizsgálaton át kell esni, és hogyha az negatív, akkor elkezdheti az edzéseket. Erre mikor kerülhet sor? Szerintem a jövő hónapban. Nem lesz késő? Nem. Mert szerintem, ahogy én őt ismerem, kin Egyiptomba is edz, készül, sajnos ő elkövetett egy nagy hibát, ezért szerintem túlzottan súlyos büntetést kapott, de úgy gondolom, hogy ez volt a döntés, ezt nekünk el kell fogadni. Melyik hibára gondolsz? Hát az ugye, hogy hát ő Egyiptomba készült, térde megsérült, orvosi kezelésen vett részt, volt neki kórházi zárójelentése, amit amikor hazaérkezett, vagy még hazaérkezése előtt nem jelentett be a magyar antidoping csoportnak, és ugye itt megvizsgálták, és kimutatták, hogy olyan szerekkel kezelték, ami bizony úgymond doping kötele, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy így doppingolt, vétséget követett el, annak ellenére, hogy az orvos szakértők is megállapították, hogy ez teljesen a mindennapos vizsgálatoknál és kezeléseknél alkalmazott szer, tehát a kórházba úgy jártak el, mint egy átlag emberrel, de ő nem átlag ember, és ő neki óvatosabbnak kellett volna lenni, de szerintem egy fél éves büntetésnél többet nem érdemelt volna, szerintem a 2 év és az 5000 dollár az eltúlzott az ő esetében. És akkor most úgy térne, és akkor visszatérne most akkor az Európa-bajnokságon. Én úgy hallottam, az Európa-bajnokságra szeretne visszatérni, jön vissza Egyiptomból, és akkor készülni fog, de mi mindig hangsúlyozzuk, hogy csak abban az egy esetben lehet, hogyha bizonyított negatív dopingtesztje van. Hölgyeknél más esetleg, aki nagyot tudna nyújtani az EB-n? Több versenyző is van, az új tehetségek között is, meg a régiek között is. Most azt mondják, hogy a nagy Nicolette teljesen fölgyógyult a sérüléséből, őnek ez lesz az utolsó lehetősége, hogy az EB-n is jól szerepeljen, és esetleg kijusson az olimpiára. Ő lesz az egyik, másik ugye lehet a magát Krisztina. És van egy új tehetség, azt hirtelen nem tudom megmondani neked a nevét, egy székesfehérvári fiatal hölgy gyakorlatilag már most olyan súlyokat emelget,
mint az úgymond régebbi profik. Uh-huh. 75 kilós. Tényleg a lányok is Tatán vannak, vagy csak a fiúk vannak? Van több lány is lent Tatán. Tehát mindenki akkor ott van, lányok, igen, fiúk, igen, együtt. Igen. Még úgy néz ki, hogy a Bazsó Bianca is újra kezdi, uh-huh, mert ugye eljutott egy jó szintre, akkor leállt egy kicsit, visszazuhant, és most kezdi újra, ő rá is számít a szövetségkapitány. Visszatérve még akkor 2015-höz, kik lettek akkor az év súlyemelői? Szóval még azért 2015-ről még annyit azért elmondanék, hogy szóval jó évet zártunk volna, és kiemelkedőt, hogyha meg lett volna ez a három kvalifikáció, igen, ezt mindenki nagyon várta, de voltak pozitív dolgok, és ezt nem győzöm eleget hangsúlyozni mindenhol, hiszen több mint 10 éve nem volt junior Európa bajnokunk, U23-ban ugye Sóki Gergő Európa bajnok lett. Szerintem óriási teljesítmény, az utóbbi évtizedben ilyen nem volt, most szerencsére van. Ugye az ifjúsági Európa bajnokunk lett a Holló Szilárd. Igen. Itt volt ebbe a műsorba, beszélgettél vele, akkor még csak háromszoros ezüstérmes volt, ugye kiderült, hogy ő is előre lépett. Tehát van két Európa bajnokunk, ami nem volt, és meg az ifjúsági Európa bajnokság történetében magyar Európa bajnok nem volt. És volt egy kislány is, aki ugye például lökésben Európa bajnok lett, összetettben az is ezüstérmeket szerzett. Úgyhogy én azt mondom, hogy jó év lett volna, ha ez a három kvalifikációban, de hát ha nincs, így nem vagyunk különösebben megelégedve az előző évvel. És most akkor ugye a kérdésre válaszolva, igen, kik lettek a legjobbak. Szinte hihetetlen, ugye megint már unos untalan beszélünk róla, a legjobb felnőtt versenyző Gyurkovics Ferenc lett a férfiaknál, mindent megnyert, amit lehetett. Érdekes ugye, hogy hát mindenki a Nagy Péter tartja a legjobbnak. Valóban, hogyha az eredményeket nézzük, akkor ő volt a jobb, de a Sinclair számítások szerint ugye a Gyurkovics Ferenc nyert. A lányoknál megint csak nem történt semmi különleges, Nagy Nikolett lett a legjobb, tehát ez a felnőttek, és a fiataloknál, a Heraklész programosoknál, a Holló Szilárd, ugye hát természetesen egy Európa bajnok, az a legjobb, és akkor a Gyűrűs Barbara, aki 2014-ben 3 bronzérmet is szerzett az Európa bajnokságon, most csak 6. lett, úgymond csak. Igen. Jóltam, a barckai srácnál itt csúcsok is dőltek meg, ugye? Sorozatba dönti a csúcsokat, még tavaly évvégén volt egy serdülő ifjúsági országos bajnokságunk, és ott azokat a csúcsokat, most még belefért neki a korosztályába, sajnos ezek nem hivatalosak már, ugye már csak nemzetközi versenyen lehet ezeket megemelni, ezeket is már bőven megdöntötte, tehát ő nagyon-nagyon szépen halad fölfelé, remélem, hogy lesz egy új ólomsúlyú, nagyon nagy tehetségünk. Van egy Dávid Vanessa nevű is, plusz 75 kg-ba, ugye szintén Szegedről Nagy Péterrel. Ez most lent van Tatán, ő is. Igen. Ez a fiatal most legény. Igen, hát ez a Dávid Vanessa, ez egy nagyon elkötelezett hölgy. Ő tényleg 75 kilóban van, szegedi, nagyon erős. Ő neki még a technikáján kell egy kicsit csiszolni, és hogyha a technikáját ki tudják alakítani jól, akkor ő belőle egy nagyon-nagyon jó versenyző válhat. Hiszen ha az erőt nézzük, akkor ott a lányok között messze ő a legerősebb. Hány éves ő? Hát azt meg nem tudom mondani most neked. De nem tartozik az idősebb korosztályhoz, tehát a fiatal. Tehát van ideje. Így van. Beleerősödni is. Úgy van. Úgy már van. Nem tudom, hogy a nemzetközi mezőnyben. Ő még nyugodtan a Tokió olimpiára is készülhet. Tehát nem a legfiatalabbak közé tartozik, de bőven van ideje. Mikor lesz az első verseny? Mikor lesz olyan, hogy na kiderül, hogy milyen formában vannak, hol tartanak a felkészülésben a felnőttek? Nagyon-nagyon hamar ki fog derülni, február 2-án lesz egy felmérő verseny a Tatai edzőtáborban, ott egy kihelyezett elnökségi ülés is lesz, tehát a teljes elnökség lemegy a Tatai edzőtáborba, és ott fogja megnézni a felnőtt keretet is, és az utánpótlás keretet is, hogy
mi jutottak és hol tartanak. Most, ezt hogy kell elképzelni gyakorlatban? Tehát van edzőterem, ott vannak, és akkor lemegy az elnökség, és akkor... Igen, hát ott le lehet ülni nyugodtan, ott padok vannak, minden, és akkor ugye van ott rengeteg súlyemelő dobogó, vagy súlyemelő állás, most ahogy gondolja bárki, ahogy bárkinek jobb, és akkor megvannak, hogy a lányoknak is van egy külön területe, a fiúknak is van egy külön területe, és akkor mindig bemutatja, mit fog tudni. Azt én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy a maximális teljesítményre fognak menni, de időszakosan azért lehet látni, hogy hol tartanak. És a nagyobb verseny, jól tudom, Nagy Péternél is például két verseny van beiktatva, dönt, hogy most melyiket válassza. Tehát egy ilyen nemzetközi versenyekre mikor mennek? Mert még lesz egy, ha jól tudom. Igen, igen. Az EB előtt még szeretnének. Lesz Prezident Kupa is például, hogy a Nagy Péter feltétlenül esélyes. Szerintem a Péter az ki is fog menni mindenképpen, őt nagyon szeretik, hiszen ő úgymond már egy törzs tagja ennek a Prezident Kupának, szívesen is látják, jól is szokott szerepelni. Most melyik arcát fogjuk látni? Hát én szerintem ő mostan kicsit elszégyelte magát, mert amit nyújtott a világbajnokságon, az ő hozzá képest egy kicsit méltatlan volt. De ezt el kell fogadni. Mindenkinek vannak a életébe olyan napok, ahol egy kicsit indiszponáltabb. Előtte pár nappal, két héttel, hát csodálatosan emelt a magyar bajnokságon, és ő ennél az eredményeknél, amit a világbajnokságon nyújtott, az edzésen is sokkal többet szokott teljesíteni. Hát ugye most edzőt is cserélt, ugye, tehát most... Végeredményben az nem fog látszani, mert a tatai edzőtáborban ugye a szövetségi kapitányokkal együtt, tehát ugye azzal a szövetségi kapitány, helyettes szövetségi kapitánnyal, aki most ugye már szövetségi kapitánya avanzsált, azzal van együtt, meg a Gyurkovics Ferivel, és azért most ők megbeszélik itt a dolgokat. Szerintem a Péter az nagyon elhatározta magát, és ő ki fogja köszörülni ezt a csorbát. Érem? Nagy Pétertől? Hát szeretnénk, hogy már legyen már legalább szakításban egy érme. Hát ezt majd meglátjuk, hogy mire lesz képes. Ő benne van. Tehát ő bármikor érmes lehet, 195 kilós szakítással nagyon komoly esélye van. A 195-öt ő meg simán tudja. Tehát ő már edzésen is teljesítette nem egyszer a 195-ös szakítást. Ha azt szerintem megcsinálná az EB-n, akkor azzal nagy valószínűséggel érmes lenne. Zárásként akkor nyugodtan várod? 2016-ot, nem, hogy most évelén vagyunk, tehát jöhet nyugodtan minden kihívás. Hát azért nem így van, azért nem egyszerű a helyzet, hiszen azért súlyemelők, akik tehetségesek és nemzetközi szinten vannak, azok azért kevesen vannak, nagyon sokat kell nekik dolgozni, és itt az edzőkön múlik. Én úgy gondolom, hogy az edzők nagyon igyekeznek, és mindent meg fognak tenni a következő évben is. Hát akkor kíváncsian fogjuk várni most elsősorban az Európa-bajnokságot, és akkor majd utána annak tükrében lehet minden másról beszélni, azt hiszem. Így van? Így van. Köszönöm szépen, itt voltál. Köszönöm. További sportosat. Földön kívüliek, Bermuda háromszög, piramisok, kristálykoponyák, űrkísérletek, idegen civilizációk, összeesküvés elméletek, paranormális jelenségek, paleoasztronautika, teleportáció, párhuzamos dimenziók, tudatmanipuláció, rejtélyes energiák, időutazás. Hihetetlen? Pedig lehetséges. Minden pénteken este 9-kor itt a 6-os csatornán. Hát ismét itt vagyunk. Hogy beszélgessünk. Tabukról, tényekről, titkokról. Meg minden olyan egyéb dolgról, amiről nem szoktunk, nem szabad, vagy nem illik beszélni. Egeri György, feltaláló, kutatómérnök. És persze a magyar tudományos élet enfanteribje, fene gyereke. Lehet őt szeretni, lehet őt gyűrölni. Egyet nem lehet. Nem tudomásul venni.
A műsor fő célja, hogy gondolkodtassunk, új kérdéseket, új válaszokat tegyünk föl. Gyurikám, nyugtass meg, lesz miről beszélünk, ugye maradt még elég téma. Ez réga. Tabuk, titkok, tények. Egeli György és Dévai Kovács Gyula élő interaktív műsora keddenként este 8:30-tól a Hatos csatornán. A Hatos csatorna stúdiójában Békirály Györgyi. Vendégeim orvosnők, színésznők, művésznők, festőnők, mérnökök, pedagógusok, jogászok.